Hát reggel már úgy kezdődött a napunk, hogy alig bírtam a szemem nyitva tartani, még ide a táborba értünk, olyan fáradt voltam. Úgyhogy kicsit égett is a szemem, ez egész nap egy kicsit elkísért. De tulajdonképpen sikerült elrajtolni időbe, úgyhogy nem volt semmi probléma. Az éjszakai szerelés is úgy nézett ki, hogy sikerül. Már a nagy kapkodásban azért voltak elemek, amik nem teljesen lettek végül is megcsinálva. A rajt után ott nagyon-nagyon szép volt, tényleg a beachen kellett menni 16 kilométert, gyönyörű volt az egész, utána bementünk Düne, volt triál, megint Düne, megint triál, tényleg izgalmas volt, majd beértünk az óriás dűnés szakaszhoz, ahol hát egyes teljes fordulatszámú kellett, hogy menjen az autó, egyébként fel is tudtunk menni, ahol aztán felfordult a víz, mert mint kiderült, tegnap elfelejtettük, hogy ez az egy ami sajnos tegnap letörött, ez nyitva maradt, és az összes víz az kiment, úgyhogy a túlélő tartalék vízünket kellett felhasználni arra, hogy újból feltöltsük, és hát egyébként a CP2-n, ahova vissza tudtunk menni, ott volt az önbete a bírónak tulajdonképpen, sportbírónak, mondta, hogy miért nem szedjük ki, és a lámpa tartó csavart szedtük ki, és végül is azt csavartam be. Úgyhogy utána ez a problémák megoldódott, és a teljes erővel újból neki láttunk a gyüléknek. Át is mentünk tényleg a legnagyobb vidéken, ahol rengetegen ástak és visszafordultak korábban, és benne állt egy kamion egyébként, már a dűnék közepe, már a legtetején is túl voltunk, már lefele mentünk, és ott megálltam, és lefogott az autó. Na és onnantól kezdve megint nem indult el, úgyhogy megint az önindító problémánk volt. Sajnos ez kísér minket, pedig már ez volt a harmadik vadonatúj, amit beleraknak a fiúk. Nem tudom, mi lehet vele, de egyszerűen hiába nyomjuk a gombot, semmi reakció. Úgyhogy úgy döntöttünk a Lacival, hogy nem kockáztatunk. Mi voltunk a legutolsó autó egyébként, tehát utána már senki nem volt. Nem volt, aki segítsen, nem tudtunk semmit csinálni. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy még egyszer nem éjszakázunk így benne, és inkább kijöttünk a CD2-nél.